reggel, Vietnám, üdvözletorra, szavaztunk gyerekek, kiparjelentkezik következő csodálatos Farming Simulator 19 milliárd euró kihívás és videósorozat következő részében, amiben ma egy kicsit jobban fel fogunk pörögni, mint az előző videó elején. Egyébként ez a fűszál, ez mit remegi? Ne remegjél, nekem is ez az első. Egyébként tudjátok, mit utálok? Megmondom, mit utálok ebben a játékban nagyon. Rájöttem, rájött a keeper. Egyébként az, hogy esik az eső, úgyhogy addig pörgettem az időt, amíg az eső el nem állt, meg még ráadásul, amíg el nem tűntek azok a hibaüzenetek. Hát, nem nagyon sok mindent csináltam, annyit, hogy a kecskék aját kipucoltam, így gameplayen kívül. Úgy gondoltam, hogy úgyis építkezés lesz ebbe a részbe, meg ilyen hasonló csodálatos dolgok. Úgyhogy akkor mit tököljünk, igen, veressük neki. Itt meg már gyerekek, a harmadik vagy a negyedik réteg füvet vágom rá erre a placra. Úgyhogy nem tudom, hogy itt mi lesz, de az biztos, hogy a hamsterrel elég gyorsan össze lehet majd kapni. Na, igen, itt már kezdtem egyébként dolgozgatni, mindjárt is indítom egyébként. Az a durva, hogy a traktorral, amikor szerem össze, már megakad benne. Hát ez halál komolyan mondom, már megakad. Egyébként írtátok, hogy lehet ám olyat csinálni, hogy így rendezett szarszórást be lehet kapcsolni, de szerintem már azt elcsesztük ott, ahol már nagyon régen elcsesztük, gyerekek. Munka volt ki, és bekapcsol. Ctrl-Z, rendszórás, oké, gyerekek, na, küldjed neki, merre szórod ilyenkor, hova akarod szórni, vagy mi lesz ilyenkor, mi történik? Hát az az igazság, hogy nem meg se látszik, érted? Mert izé van. Gondolom valamelyik oldal... Ja nem, középre húzza gyerekek, ez jó. Középre húzza. Bár nem tudom mennyire jó, hát tök mindegy nekünk, mert itt már három réteg fű van egyébként. De szerintem nem is ezzel kellene foglalkozni, hanem neki kellene állni a marha istálónak. Vártam addig egyébként. Körülbelül most már néhány százan, körülbelül 1500-an megnéztétek a videót, és voltak már kommentek, mindenképpen akartam rá várni, hogy a kommentek mit fogják sugallani a képernek, mert szerettem volna tanácsaitokat megfogadni, hogy milyen ólakat lehetne csinálni, mit szólnátok a Beethoven-nak. Például Viola Benz is írta, hogy hát adjad neki, Sanyi, ne szórakozzál. Itt már megint az van, oda nézi, na jó, oké. Nem. Az egészet szeretném elkirönteni. Várja, hogyan lehet ez, bazeg, komolyan mondom. Ettől vadulok meg, ezek a bab készítők, ezek imádják a izét. Imádják. Az előbb ott volt valami, most meg a keeper. Imádják a föld alatti fák hívők, ezek a csávó gyerekek. Föld alatti fák hívők. A föld alatti fákat fogom elszüntetni, más nem, úgyhogy ne aggódjatok. Hát igazából nincs is több föld alatti fajt, úgyhogy már mehet is neki a projekt. Viszont baj, még ma nem ittunk semmit. Nem mehet ez így tovább. Inni kell, ha meghalunk is. Igyunk hát az angyalát. Vár reáng sok füstös kocsba. Vár reáng sok jó barát. Inni kell, ha meghalunk is, éljünk hát az angyalat. Júj. Júj, elkezdi a végén, júj. Hát ezzel a jújjal már nem oldod meg a helyzetet. Ezzel már nem javítasz a helyzetet, ezzel a jújjal, ugye? Erre gondoltatok. Hát jól gondoljátok. Ezzel a jújjal már nem javítottam. Végre látok normálisan is egyébként, akkor már egyszer, már itt csináltuk meg a dolgokat. Lehet, hogy el kéne húzni a patakig, nem? A Pataki Attilái, vagy pedig így áll, így, ne? Vagy ne? Akkor már értelme lenne addig elhúzni ezt a projektet. De hát, minek? Inkább majd a szélét kellene jól megcsinálni. Mit fogok ide ízén? Ja, ide kukoricát tervezett a keeper. Most jön egy nagyon érdekes rész, ami nagyon-nagyon érdekes lesz számomra legalábbis, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni. Elvileg ilyen vault tudok lerakni. Ó, de jó, hogy így rakja, nagyon jó. Ilyen falat szerettem volna ide lerakni. És akkor az tök jó lenne, mert akkor olyan úgy néz neki, mint a valóságba szépen ide. És akkor arra gondoltam, hogy a bunkersilót az konkrétan ide tervezi a keeper. De micsoda, árnyékba lesz a bunkersiló.
Bazi, nagyon jól néz ki, nem? Így, mert olyan, mint hogy tényleg lenne egy ilyen töltésszerű akármicsoda itt. Ilyen townfall, azt meg rossz helyre raktad, képer! Na most tényleg nem egyébként. De mit ordítasz, hülye vagy? Egy visszavonás gomb, gyerekek, ilyen építkezést, nem tudom, lehetne. Egy 2.300.000 van, nem vett föl minket a pénz, de egyébként ugye majd tudunk csinálni konkrétan akármennyi pénzt. Ezt ugye vágjátok, most meg a legvégén van, gondolom, ez az object. Itt van -e. Konkrétan majd, hogy nem akármennyi pénzt tudok csinálni. Mert... Nem. Igen, így jó. Mert izé, mert miért múra kandúr? Azért. Mert tényleg akármennyit tudok. Meg akarom csinálni kijáratot, bejáratot. Figyeljetek, oda még kellene egy kisebb darab, mondjuk egy 10 méteres. Úgy. Gyerekek, olyan izét fogok csinálni, olyan épületet, hogy beszartok, gyerekek, olyat, hogy beszartok. Ez szerintem itt tök jó. És akkor itt gondoltam, hogy ide egyébként egy... Ugye itt lenne a bejárat, az egyik bejárat. Azt a fát lehet, hogy kicsapja a keeper. Na mindjárt, gyerek. Hallod, akkor ez a telep, hogy negyed óráig tart végigmenni rajt. Mármint így tök jó. Csak figyelj. Végigyalogolsz, na már legyen valami, végigyalogolsz. Figyeljetek az utakat, meg kellene csinálnom majd aszfalt, vagy betonnal, nem? Hú, itt van egy ilyen szar, ennek nem örülöm. Úgyhogy akkor lehet, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy a másik oldalt lesz a bejárat. Ez a betonfal viszont szerintem baromi jól néz ki itt. Másik oldalt lesz a bejárat. Lehetne ilyen kaput is rakni például, meg ugye utakat kellene rakni. Hát itt jó nagy izei van, jó nagy kupák. Humpák van, így gyerekek, itt jó egy humpák van. Ugye? Itt valamit kellene ezzel csinálni. Itt ez nem jó, ez nem jó. Bocs gyerekek, de építkezésre egy szükségem van, egy heppernek. Na, tereprendezés megkezdése. Szeretném megkezdeni ezt a tereprendezést. És akkor olyan szélességben, mint az, ez a bejárat van, egy kicsit emelni kellene rajt. Úgy. Még egy kicsit. Addig fel kéne emelni, mint addig van ott ez a front hatás. Vágott csótány, mire gondol a képer? Még egy kicsit. Oké. És akkor itt le lehetne simongatni. Össze lehetne simongatni, érted? Így. És akkor már is megvan a bejáratunk. Hoppá! Hoppá, kitalált a keeper, nagyon megoldotta. Vaj, viszont itt vannak dolgok. Na, oda nézz, és már is szépen be tudsz jönni, ugye? Hoppá, nagyon jó. Hoppá, mi ez hoppá? Hoppá, hoppá, az persze. Nyugodjál meg, keeper. Ezt a fát kivágom, mert bele akarunk a dolgokba. Ezt a fát kivágom. A bokrost. Úgy, gyerekek, ezt nagyon meg fogom tervezni. Ugye ez lesz az utolsó telepő. Hát ennek olyannak kell lennie, mint a videó, az. Mint a dogszóra úgy kell működni. Hoppá, oda rész. Már megint az hoppá. Ezt érinti, kivágom, még zavaró hátással van. Az aurámra. Oké, gyerekek. Tök jó. Egyébként tök jó, hogy itt tudsz bejönni. Ez eddig nekem tetszik, ugye? Rendesen az útról, szépen okosba. Gondolkozzál még, mit kéne csinálni? Kapcsolod ki ezt a láncfűrészt? Egyébként egy ugyanilyen láncfűrészt, azt mondtam, majdnem hasonló, csak annak ilyen hosszúkás tankja, ugyanilyen drusbát, hasonló drusbát láttam a bolhapiacon múltkor. Mit kellene még csinálni? Mit beszéltünk? Igen, itt jövünk be. Addig jó, szerintem. Akkor kellene megvenni, szerintem leginkább azokat a... Várjál, bunkersilót kellene venni, hogy az meddig ér. Ajaj, silók, és bunkersiló valami epic nagyot. Bunkersiló nagy, ugye ez igazából a nagy, itt van ez a modolt, ami kicsinek mondható, aztán akkorá, mint a hodály, hallod? Oda nézd mekkora. Egyébként ez nem lenne rossz, nem? Testvéreim az úrba. Úgy lenne jó, hogyha el lehetne járni háta mögött. Azt a betyár, gyerekek, vagy pedig lerakjuk betonfalig? Lerakhatnám betonfalig. Csak attól félek, nem akarom betonfalig rakni, mert nehogy mögé kerüljön a betonfalnak a cucc, tudod. Mert vannak ilyen okos kis bagok néha. Ezt le kéne rendezni így valahogy. Hát figyelj, ez azért nem lesz rossz. Mennyi fér bele? Vagy itt nincs megalapítva, hogy mennyi fér bele? Figyelj, szerintem ez kellene, mert igazából ez se olyan nagy, érted, nem?
Úgyhogy bunkersülő kicsit meg van írva, jó lesz ez nekünk, úgy érzem. Elosztjuk kb. Pontosan. Kb. Jó, ugye? Így. Na, azt a begyel, mi a vasbu van? Jönnek a test. Ne szórakozzál, hogy rosszul raktad le, komolyan mondom, ettől megyek a falnak, öcsém. Ettől megyek a falnak, gyerekem. És akkor most megint garázsolja, aztán mennyi végig a pöröges levélét. A világ végén van. Indul-e. És akkor most adhatod el, érted? Tök jó. Jó. Bocs gyerekeket, ez megtörtént az a cuder esemény. Még jó, hogy van pénzük, mert azért ilyenkor bukunk ám lóvét. Hát azt kell megnézni, hogy akkor lejjebb kell rakni azt, meg valahogy lehet ám. Elhelyezési magasság, Ctrl Q, E. Hát szerintem most így koppanik le nyilván, ugye? Hát miért a levegőbe rakta gyárilag? Hogy a franc essen bele, gyereke? Na, megnézzük, hogy jó-e. Aha, jó, de ez érdekes. Ez, ja, ilyen vasalva van, beton ez csak vasalva van. Érdekesen néz ki. Valószínűleg az alját megcsináljuk betonból. Ezt meg akarom csinálni tök szépre ezt a projektet. Úristen, tök jó. Egyébként jó, hogy így van megoldva szerintem. Mindenképp akartam, hogy mögötte legyen egy kicsi hely. Hát lett be bőven. Azért, mert hogy ne az legyen, hogyha neki rakod ennek, nehogy az legyen véletlenül, hogy így bekerül mögé, és akkor ott rohad meg, tudod, és akkor ott bagoltat meg minden, hogy ott van mögötte nekünk a izé, az áru. Szerintem ez itt tök jó. Mire van szükségük meg? Hát le kéne rakni az ólat, legalább egyet, ugye? Akkor tudunk vele számolni, hogy kb. Mire számítsunk, hogy mekkora béretű állatólag. Hát megszavaztátok, hogy a legnagyobbat, ami létezik. Úgyhogy gyerekek, úgyhogy. Igen, még az ugye szóba került, ez ami itt van, ez a tartály, ez ilyen iszaptartály, szóval ez nem a teljes, mert mondtátok, hogy úgy rakjam le, hogy a tejet könnyen kinyerjem. Azt hiszem a tej, az itt van talán elől valahol, nem vagyok benne biztos. Az a lényeg, hogy ebben így be lehet menni, meg minden, ez egy eléggé összetett kis szerkezet. Mindjárt megnézzük, gyerekek, hogy meddig ére meg ilyesmi. Hát nem kicsi. Nem kicsi, de az a bogort, hogy azért ének eléggé hátra raknám. Hát gyerekek, szerintem még ennek kell hely. Kell helyet csinálnom azon, mert ez kevés nekem, srácok. Kevés. Úgyhogy itt még egy kicsit odébb kell húzni. Hát bocs érte, valakinek ez nem tetszik. De muszáj. Lehúzzuk egy darabig, aztán utána az lesz. Hogy majd csinálunk följáratokat, meg ilyeneket, jó gyerekek? Ja, meg megint írja a birka, ugye, mert még mindig tele van az, nem csináltam semmit. Majd el kell rendezni, csak nagyon-nagyon rá voltam erre függve. Csak ugye már lejárt az egy óra ezelőtti részbe, meg szakadt az eső, azzal akartam mindenképp csinálni valamit. De látjátok, hogy csinálunk is. Jó. És sikerült. Normálisan. Lesimítani. Egy vonalba. Az már egy haladás, gyerekek. Az már egy haladás. És ekkora szerintem már nagyjából elég lesz. Szeretném, hogy legyen azért bőve hely. Tudjátok, hogy nem az legyen, hogy itt szívunk. Úgyhogy még itt egy kicsit erre kihúzok. Hoppá, nem jó. Így. És akkor, hát nem is tudom, hogy ezt kellene egy simítani. Egyébként tök jól néz neki, hogyha ilyen lenne. Ez is nekem tetszik. Úgy. Ez is nekem tök tetszik. Csak gondolom nektek meg nem, aztán most akkor megérted. Akkor meg mondjátok, hogy szar. Ó, te fiú, egyre kijebb jöttem, ezt úgy utálom. Nincs visszavonás, aztán cseszheted ilyenkor, hogy akkor húzhatod még egy sort kijebb. Ez valahogy így kellene megoldani. Szerintem nem kellene. Sokkal jobban néz ki így, hogy na figyelj, bazzel, betonoznak, meg köveznek, meg minden.
Itt ez a rész, ez ne átjárható legyen, az kész. Na, így mennyivel jobban néz ki szerintem. Itt meg ugye le lehet menni, az csak. Valami legyen már, valahogy kinézzen az egész cucc. Jó, és akkor... Egy kis állatólat, most már remélem, hogy elfér. Olyan túl nagy hely, mondjuk előtte nem kell ám, mert itt azért ez horribilisan nagy az a hely. És ott meg úgy kellene, hogy körülbelül ott el lehessen menni mellette. Valahogy így. És leraktam, bazeg. Azt a betyár! Olyat lagolt a csém, amikor leraktam. Na gyerekek, ezt meg kell nézni. Jézus Mária! Ezek nyitható ajtók? Figyelj! Kicsi bocik vannak, de durva! Nem lehet kinyitni. Várjál, bekapcsolom az F1-et, hogy lássuk, miket lehet. Ez mi az, hogy ha? Ja, mert, ja, tudom. El lehet adni, ugye az a hide object mód. Figyelj, van ilyen kapcsoló. Nem mondod, ki lehet nyitni? Itt is ki lehet nyitni? Na nézzük át! Nézzük át pontosan, hogy az mi. Azért ez egy eléggé horribilis méretű. Biztos jó sok pénzt is viszel. Mennyit? Nem került olyan sokba, de gondolom... Aj, ezt a kaput is ki lehet nyitni? Ezt nem lehet kinyitni? Nem hiszem. Nem lehet, ezt nem lehet kinyitni. Ah, be lehet ugra. Ez mi a szar? Ez ilyen izé? Ilyen fejőgép. Ez fejőgép, lol. Itt valószínű víz, aha. És ez mi? Ne, ez nem működik. Legalábbis nem írja ott fönn, tehát lehet, hogy egy kicsit próbálkozna vele a képen. Hú, vannak ilyen mentig végig. És a közepe, az egész közepe szerintem ennek etető, tehát ide kell végig beöntened, ugye? Ezt jól látja a keeper, szerintem ez így működik. Bazz, ez nem kicsi, ez nem kicsi. Figyeljetek, még ilyen idő is van, ilyen vakaró. Ez mi volt ott? Mutatod valamit? Ja, hogyha ránélek, oké. Na, még átnézzük itt is mi van. Ott is itató, vagy mi ez? Hogy tudok ennek vizet hozni, vagy hova kell? Hogy lehet, hogy van egy központi csap, aztán elosztja nekik. Gyerekek, van itt minden, mint a búcsúban vallak. És ez mi? Még van egy ilyen gépszíned is. Hozzátartozó nagy ventilátorok. Itt a víz. Itt tudod föltölteni a vizet, gondolom. Trágya az ide kerül ezek szerint. Jé, van külső, van külső rész is, ki kell nyitani az ajtót. Vagy be tudok ugrani? Nem annyira. Tiszta ide, Half-Life-ba érzem való, hogy így ugrálsz. Úristen, mekkora egy kívül. Itt már be akartam kanyarodni, azt nem nagyon ment. Nem áll, ne azt nem mondta, hogy van ajtó. De nincs itt van, mi van? Itt van a telje. Nem tud kinyitni. Bocik ezen az oldalon is. Ezt nem értem, hogy ezt mi van meg. Ó, van idő. Mi ez? Iroda, be lehet jönni? Ne szivassa. Nem lehet kinyitni. Ó, figyeld, számítógép. Pillanat, van rendes irodahelyiség. Ez nagyon kemény. Itt van benne tej. Tárolás. Itt nem tudom, ez mi a szar akar lenni. Nem férek ki oda a rohadt ajtón. Nem tudom mi. Jó, gyerekek. Azt szerintem jól raktam le, mert ugye itt érhetők el ezek a dolgok. Ez az ajtó meg, ja, ki van tárva. Hol lehet kivenni a tejet? Már csak arra kéne rájönni. Mert nincsenek ezek a trigger pontok előve, látod? Úristen, mekkora hallod ide autó? Itt kell egy szolgálati jeep vagy valami. Hát én itt nem fogok gyalogolni ebbe, bazzal. Nem látni a trigger pontokat, úgyhogy ez eléggé kellemetlen. Hát a víz az szerintem itt. A trágya az oké, okay, azt értem. Itt van a izé. Ez a... mi nevezik? Emésztő, vagy valami ilyesmi, ugye? Higtrágya. Hát van egy darab, van egy jó nagy izé, higtrágya. De nem tudom, a vizet hol, vagy a tejet hol tudod kivenni. Arra még nem jöttem rá. Itt is a bocik, gondolom, itt tudsz venni.
Ó, a bossa nem egyszerű, gyerekem. Állatopciók, itt tudod megvenni a ilyeneket, bocikat. Hol van a tej kiadására szolgáló létesítmény? Azt mondjad meg. Itt lehet, hogy ez valahogy így van megoldva? Mert itt van benne tároló, érted? Nehogy megszívasson minket az amúgy, mert akkor megőrülök. Hát szerintem valahol ott. Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Itt van benne egy baromi nagy feladatáj, de hát... Bemenni Nuku. Hoppá, beugrottunk az ablakon, de jó. Itt van egy nagy tartály. Várja, nincs a másik oldalán egy csap, vagy valami nincs. Nem tudsz átmenni oda. Menjél már be bazza ezzel az ajtón. Itt egy marha nagy tartály. Hát csak itt kell, figyelj. Csak itt kell lehet. Na mindegy, jó, oké. Hát figyeljetek, először egyet vettünk, természetesen. Meg kell néznünk felső életben, hogy akkor mi van most. Dekoráció, homokvár nézed. Hát igen, ez egy eléggé brutális, gyerekek. Itt le kellene betonozni, meg olyan helyeket le kéne betonozni, ahol közlekedsz, hogy akkor tudjak eltalálni, szerintem. Teleprendezés megkezdése. És akkor át kellene mennünk. Ez azt mondja, hogy X. Tab. És akkor volt az a fehér beton? Az volt a jó? Ez. Azt hiszem, hogy ez. Na. Kicsit kisebb részen. És akkor így szerintem. Megcsinálom gyerekek ezt, ne haragudjatok, remélem, hogy nem gond, hogy én ezt így... Vagy pedig az a szürke betonnal dolgozzunk, ami ott van, és akkor be tudok csatlakozni. Azt meg nem tudom, hogy melyik. Egyre vissza talán. Ezt talán? Aha, és akkor így be tudsz csatlakozni, akkor nem kell elcseszned. Tovább már nem tudom sajnos húzni. Én jó gyerekek, itt alatta megcsinálom az egészet. Na figyelj, bunkersíró az legyen betonom már, nem? Én úgy gondolom. Meg hát itt akkor lehetne ez már ilyen betonos, nem? Itt előtte. Egy ekkora része, így. Jó van, gyerekek. Aztán majd jönnek a többik. Csak egyelőre most ennyi, ennyi a szitu. Azon gondolkozok, hogy mi kellene nekem ide még? Hát figyeljetek, azt kellene, hogy akkor hordjak be izét, nem? Füvem az van töménytelen mennyiségű, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy hordok be füvet, aztán meg elkezdjük tölteni a bunkersilót. Azt nem tudom, hogy tudom ezt a modoltat megtölteni. Mármint ilyen, ez csikonként számít, vagy hogy van? Kíváncsi leszek rá. Kicsinek írja, érdekes. Remélem, hogy nem lesz belőle probléma, hogy ezt a modoltat vettem, jól fog működni. Oké, gyerekek, szerintem egyébként ez eddig jó. Itt kellene, hát, most ez, ott olyan füves, szerintem az meg viszont jól néz ki. Itt még végigmegyünk. Meg akarom csinálni normálisra, jó? Úgyhogy remélem, hogy ez nem gond. Meg ugye körbe is kellene füvesíteni ezeket a részeket, szerintem. Ugye ne ez a csúnya textúra legyen, hanem akkor már legyen füves. Na, itt. Meg. Érdekes, itt valahogy másfajta textúra van. Jó. Hiszek neki, hogy ennek így kell lennie. Nagyon nem merem az épület alá behúzni, mert hogyha alatta is befestek mindent, az közben meg volt ilyen tök jó ki... Hát itt is, ez mi az a füves rész? Nekem az nem tetszik. Itt egy kicsit módosítunk. Úgy. Úgy, szerintem szuper.
Hát szóval itt egy kicsit más színű. És ez elég hülyén néz ki. Mindjárt valakit rajta keeper. Ugye akkor egyöntetű legyen. Meg akkor csinálunk oda. Ehhez is majd egy utat mindjárt. Pillanat. Vagy egy ilyen placot, egy ilyen beállót, jó? Így. Szerintem ez így tök jól néz ki. Itt mellette ez nem tetszik, hogy füves, úgyhogy ez itt megy levesbe. Nem tudom, ez olyan hülyén néz ki. Akkor lenne az egész füves, vagy lenne betonos, vagy nem tudom. Így jó, így aztán mellé tudom rakni a dolgokat. Meg érdekes, hogy el is, át is üt a... Van ott egy ilyen valami, ami át is üt. Lehet, hogy ott kell valamit üríteni. Hát a kaját az biztos, hogy a belsejébe kell önteni. Azt nem értem, hogy a izét az hol veszed ki belőle. Azt arra nem jövök rá. Azt nem, arra nem jövök rá, hogy hogy veszed ki belőle a tejet. De majd valahogy kitapasztaljuk. Körbehúzom normálisan, jó nézzen ki az egész gyerekek. Nekem az nagyon fontos. Na, ez tökéletes, nem? Murán gazdaság. Akkor a következőt kéne csinálnunk, gyerekek. Nem értem, hogy a tejet ebből a szarba kell kivenni. Ez esküszöm. Esküszöm meg, hogy meg triggerpontokat semmit nem mutat. Jó, a kaját középre kell öntenem, gondolom. A tráját ott veszem ki, azt ott veszem ki. A vizet ott rakom be, hol veszem ki, ott én erre nem jövök rá. Na, gyerekek, akkor az kéne, hát valószínű már megint itt azt a betyár gyerekek, ez meg itt kaszál, mint az Isten nyíle, oda nézzé. Gyere, ránézek. Úgy gyerekek, ezek már ilyen izéig vannak, ilyen atalmas dombok. Akkor kellene mennünk a hamsterért, egyébként gyűjtögettem közben szalmát, nem gyűjtögettem, de gyűjtögettem. Úgyhogy hordjunk be egy keveset, legyen kaja, meg kellene akkor víz. Oda is meg kellene azokat a gépeket vennem, amire szükségem lesz. Igazából mindenképpen ugye, hú, tudjátok mi kell még? Szalma kell. Szalma kell, meg széna kell, ugye? Széna és szalma. Hú, az a keverő az viszont kell. Az a keverőt azt ne felejtsük el, mert ugye itt fogjuk használni. Úgyhogy bunkersiló kell. Abból ugye meg tudjuk csinálni a... De miért itt megyek? Hiszen ott pont az az út oda vezet. Kell a bunkersíró, hogy megcsináljuk a szilást. A teljes értékű takarmányhoz meg kell nekünk széna, szalma és szilás. Jól emlékszem, ugye? Szerintem jól emlékszem. Úgyhogy ezekre szükségünk lesz. Várjál a szénát. A szénát is bazeg beforgatom ennek a felét. Törvénytelen mennyiségű szénának lesz. Úgyhogy az a keverő az viszont kell. A keverő az kell. Jó lesz az gyerekek. Na nézzük meg most, hogy így... Figyeljetek, nézzünk egy belső nézetbe, hogy... Ha megérkezünk, úristen, megakadtunk. Hát itt ez egyébként, ez a telep, ez lehet, hogy egy kicsit akasztós lesz. Már annyira talán nem. Mi van, gyapjúnak nincs hely. Most én mindenképp ezzel akartam foglalkozni. Mi van, hát ez a TS telep, ami itt volt, az elég felejtős nekem. Ugye több ilyen nagy marha istállót nem tudtam mondani. Egyébként ez ilyen amcsi stílus, nem? Ott szokott ilyen lenni. Na, itt be tudunk menni? Mennyire dobja meg a gépet? Nézzük meg. Hát ez tökéletes, gyerekek. Ez úgy érzem, hogy ez tökéletes. Jó, mert az egyik komodat be tudsz, nem kell megfordulni a bunkersilóba, úgyhogy ez jó ötlet. Aztán a kajának ugye be is lehet önteni neki ilyen különböző dolgokat, például a füvet is. Csak ugye... Most ilyenkor várjál meg. De várjál, itt elvileg kéne írnia, hogy ez meddig van. Ja, ott van, oké. Rendben. Ott van, igen. Tömörítés, meg a töltési szint. Oké. Nagyon jó, gyerekek. 1%-on van a tömörítés. Mennyi fér bele ezekbe? Hozok be még mindjárt bőven, ne féljetek. Na, kíváncsi leszek. Meg kéne venni ugye azokat a gépeket, amik ide kellenek.
Jó, mert így bemegyek, kimegyek, meg itt kapásból ugye már tudom gyűjteni, egyből megyek szembe, aztán már szerem is. És így, bazzet, csak az a baj, hogy itt várjatok. Tudod, mi kell ide? Nem tudom, hogy mi kell ide. Ide kellene nekem ilyen betonlap. Mert ugye ezt nem tudom átalakítani, mert az nem az én területem, de betonlapot tudok lerakni. Az meg a decorationnél van. Igen. Hogy egyből tudjak átmenni, ne kelljen nekem itt szenvednem, hallod? Úgyhogy ide. Ez a föld nem a tiéd. De várjál ma. Följebb kellene. Ctrl, Q, E. A föld nem a tiéd, de hát... De bazzik, be van kapcsolva, úgy emlékszem. Az a baj, ez mind az enyém, nem tudom kipróbálni máshol. Nem tudom, hogy kell berakni a... Nincs bekapcsolva nekem a... Ez jó. Ez nagyon nem jó, nem fogom tudni lerakni. Úristen, ennek nem örülünk. Úgy emlékeztem, hogy be van kapcsolva az a mód, ugye, amivel le tudom rakni, de úgy látom, hogy nincs. Ez jó, beszívtam bele, gyerekek. Föl kell tölteni valamiben, vagy nem tudom. Na jó van, csináljuk, gyerekek, aztán majd valami lesz. Azért le tudok menni ezzel fenttel. Be kellene hordani ennyit a bunkersilóba, meg kellene, meg kéne venni igazából itt a gépeket is, nem? Kíváncsi vagyok, milyen gyorsan fog telleni itt, most már van egy-két adag. Milyen gyorsan tellünk. Na és azt mondtam, hogy már akkora kupolc van itt, meg akkora annyi fű van itt, hogy ilyen brutálisan. Egy az, hogy gyorsan telik, az oké. Csak sajnos már szinte elakad benne a gép. Ugye itt alatta van egy réteg már. Ott meg már az Isten tudja hány réteg. Nézd meg ott milyen vastagon van, látod? Ott egy kicsit lejjebb. Na jó, egy-két tizet be kell vonnom, egy-két adagot. Csak az a gond, látod? Olyan akkora kupacok, hogy így elakad benne a gép. Úgyhogy lehet, hogy ide valami nagyobb kellene majd. Nem az, nem amiatt, mert a fent nem bírja el, hanem amiatt, mert itt ilyen nem valami túl jó a terep. Na sem megyek oda, mert akkor meg fel kell húzni, úgyhogy elmegyünk erre. Aztán itt, ahol már ilyen nagyon sok rétegnyi van, itt megpróbálkozunk. Hát egy biztos, hogy jó gyorsan telik a hamster. Csak látod? Nem bírja elhúzni benne, Adré. Fölhassal már a gépe. Úgyhogy szívás. Na hát ezzel alakulunk gyerekek, itt meg tudjuk teremteni a marháknak. Hát három darab ilyen istáló ugye fér, az 600 szor, az 1800 darab marha, azért abban valószínűleg elég sok tej le fog jönni. Szóval nincsen itt semmi probléma, oda nézzetek mennyi fű. Hát megvan oldva a szecskát, itt tudunk bevonni, amennyit akarunk ingyen, érted? Nem kell újra vetni meg semmi, és nézd meg, ez a baj. Hogy beleáll. Már emerül a gép benne. Hát ez durva, nem? Srácok, ez nagyon durva, hogy egymásra tudsz vágni konkrétan akármennyi füvet. És akkor ilyen van már, ilyen elakadt benne a gép, hogy füved van. Ez őrület. Ez nagyon durva. Na jó, menjünk visszafele, mert az meg is fog addig telleni. Nem az, hogy nagyon csúszik, nem nagy slipje van, hanem egyszerűen annyira beterheli a izét, a motor teljesítményt is, mint az állat. 97%. Jó, húzzad már, elakad mindig a kerék nagy göbecsekbe. Remélem, hogy át tudjuk itt húzni. De miért ne tudnánk. Na, meg kell teremteni a kaját. Aztán figyeljetek lassan, majd meg is annyit csinálunk, hogy egy ilyenbe beortunk. Azt utána meg is fogjuk venni őket már, a marhákat. Mindjárt megcsinálok még valamit, amit kiürítünk. Várjátok egy pillanatra. Kellene egy nagy gép, amire tudok tolólapot is rakni. Szerintem.
A tolólapokat azokat hogy tudom csatlakoztatni? Az kerekesekre tudom rakni? Vagy mikre? Majd, mit akart a keeper csinálni? Nem itt akart nézelődni, hanem először is. Silók. Itt van a keverő. Ugye kellene nekem a keverő. És a keverőt valahogy úgy kellene raknom, hogy könnyen be tudjam a bunker silóból csapatni beléje az árut, és nagyon könnyen tudjak egyből kivinni. Úgyhogy ezt lehet, hogy minden, lehet, hogy ezt ide rakom. Itt eléggé könnyen ugye be tudom öntözni majd. Valahogy így. És oda alá tudok állni, és egybe be tudom vinni. Úgyhogy ez így lesz, gyerekek. Oké. Na, ő meg. De már nem fért oda, oké. Megmondom őszintén, hogy soha büdös életben nem silóztam a játékba. Úgyhogy majd segítsetek ezzelre, hogyha valami hülyeséget csinálok. Taposni elvileg akármivel tudom, de viszont jó lenne egy tolólap, amivel így össze tudnám tologatni, nem? Én úgy gondolom, hogy az nem lenne egy utolsó szempont. Jó, menjünk végig itt, aztán egy másik soron meg visszajövünk ugyanúgy, mint az előbb. Ez jó lesz. Hát figyeljetek, kajára nagyon nem lesz gond, mert ilyen töménytelen mennyiségűt tudok csinálni, ahogy észreveszem. A szalmával állunk egy picit hadilábon, mivel az konkrétan nincs. A szénát is konkrétan akármennyit tudok csinálni, mert csak annyi, hogy átforgatom ezt, és már is akkor a széna formájába szedem föl. Úgyhogy ez jó nekünk. Még az a nagy alok. Ja. Hát ezt kell először megcsinálni. Bunker siló minimum egyet letaposni, meg lefedni. Úgyhogy ez a legfontosabb belső lépés. Figyeljetek, az, hogy így hogy szedem össze, így össze-vissza, vagy bármit csinálok, azzal semmi gond nincsen, mert úgyis annyi fű termelődik, mint az Isten nyila, bőven ellátja. Egyébként ezeket a földeket azért érdemes volt megvenni ma, nem? Mert annyi a füvet tudsz itt termelni, hogy a birkákat is ellátja, meg konkrétan a marhákat is ellátja. Látok, megnézem az állatoknál. Azért nem írja még, mert nincs izém. Azért nem írja valószínű, mert még nincsen benne semmi, ugye? Mert nem ír, nincsen, nem írja. Csak a sípet írja. Úgyhogy egy darab marhát azért vegyünk. És akkor ugye kiírja, hogy mi kell neki. A tisztaság, a kaja, meg mindenféle összetevő. Ugye elvileg, hogy TTK-t adok neki, akkor az 100%-ot fog neki biztosítani. Tehát a... És hol kell beadnom neki a szalmát? Mi a szalmát, az valószínűleg izébe kell be... Miért nincsenek a trigger pontok megjelölve ezen? Tök idegesítő. Nem tudod, hogy pontosan hol tudod beadni a dolgokat. Remélem, hogy jól működik ez a dolog. Mert ugye a szalmát nem csak a TTK-hoz kell keverned, hanem szalmát be is kell fuvatnod nekik alájuk. Ugye? Almot is kell nekik. Úgyhogy egy csomó minden kell. De hát haladjunk sorjába, a legelső az, hogy legyen meg nekik a szilás. Silózzunk előre. 95. Itt keresztben így nem nagyon akar menni. Hát figyeljetek, ide egy nagy gép kell, én már most látom. Egy Challenger vagy valami, mert itt ez csak baj, bingódni fogok. Várjál, tesó! Jövök! Az meg szalad azzal a izékhasszával, mint az Isten nyila, hallod? Egyébként azt nem is tudtam, hogy menüből is tudod javítani a járműveket. Tehát, hogyha... itt a pénél megnézed a garázsodba, ezt vágjátok? Ezt tudtátok? Lehet, hogy nem mindenki, úgyhogy azoknak elmondom, akik nem vágják ezt. Mindjárt nézzünk egy járművet. Például itt van ez. Vagy... Ez? Vagy melyik az, amelyik le van amortizálódva? Biztos találunk olyat. Megjavítottam egy csomó... Na itt van, látod? Kombány és javítás. Kész. És nem kell ahhoz, hogy nem kell elvinned sehova, mármint megjavítatnod, nem kell hozzá az a box se. Ezt nem is tudtam, hogy ez létezik. De szerintem ez nem mód, hanem ez konkrétan ez így van. Úgyhogy ez tök jó.
A gyerekek. Hát ez volt a kicsi bunker siló, akkor nem tudom mi a nagy bazza. Nézzük, mennyi töltöttségünk van, már 180-190 ezer liter, úgyhogy tök jó. Izéket meg kéne néznem nekem. Kerekes rakodó. Ezzel szerintem tudnám használni a tolólapokat. Arra vagyok kíváncsi, hogy az külön van, tolólapok itt van. Ezek hova mennek? Hárompontos csatoló? Filónkban, igen. Melyik a legnagyobb? 5 méteres, 4 méteres. Meg van izé, T-100-as, tudnék T-100-as dózert venni. 1 méteres, ez 5 méteres, hát ez a legnagyobb, nem? Ugye megnézem, hogy ez 3 pontos csatoló. 3 pontos csatoló. Ez viszont az jó. Oké, egyet mindenképp kell venni. Meg erre kellene venni egy traktort. Nem tudom, hogy melyik. Vagy pedig ide hozzunk egy másik traktort, és a fent legyen a tolólapos. Dupla kerékkel, srácok. Ez sem lenne egy rossz húzás. És akkor megoldódna. Az a probléma, hogy úgy elakadunk. Ide hoznánk egy challenger-t, vennénk egy challenger-t. Vagy, hát nem tudom, igazából az lenne jó, nem? Challenger-t kéne venni. Na figyeljetek, akkor ezt meg kéne csinálni, jó? Ezt leakasztjuk. Ez vissza kellene ugratnunk. Jó. És akkor falon móddal majd eljövünk minden géppel egyszerre. Akkor... Mondjuk a Challenger-re tudná hozni a izét. A tolólapot. Aztán akkor nem kellene kettő géppel visszajönnem, ugye? Viszont erre meg szerettem volna dupla kereket. A taposás miatt lehet, hogy jobb lett volna, nem? Úgyhogy mindenki visszaugratjuk. Visszahagytás, oké. Okay. És akkor veszünk egy Challenger. Tudom, hogy van egy, de hát legyen még egy. Mert miért ne? Nagy traktorok. Várjál, nincs valami olyan, amelyik el tudná húzni azt a szart. Az a baj, hogy ezek nem elég magasok, meg nem tudom, ez nekem adja, nem? Legyen ez, hallod. És akkor legyen motorbeállítás a legnagyobb, tripla kerekekkel, gyerekek. Ez nem hazudik, 646 lóerő, igaz, hogy fél millióba került, de hát, ha már úgy legyen kövér, ugye? Megint költöttünk egy csomót, egyébként még van elég jó pénzünk, meg ugye most már tényleg akármennyi pénzt tudok csinálni, hogyha szükség eltetik, akkor azonnal. Jó, akkor Challenger. Induliba van. Visszük a fentet, arra rárakjuk a dupla kerekeket. Ugye akkor a fentel fogunk csak taposni. A Challenger meg huzingálja pautot. Sajnos kellene egy traktor, mert mini szívunk gyereken. Ezt meg konfiguráljuk már be. Széles gumik, kevés súlyok. Ikerkerekek. Na, ez már egy aranyos, nem? A motor az megvan. Gondolom, siló taposáshoz nem állt. Ilyen kerék. Úristen, hát ez nem... Jézus, ez hogy fogok én lemenni oda? Főleg falumi módot tervezek ezekkel a traktorokkal. Mi lesz itt, gyerekek? Csak ezzel tudok silót taposni, meg tudok idejelni. Tudok... tolingálni. Hát ez jó lesz, gyerekek. Gondolom hátra nagyon nem kell neki súly, van itt súly bőven ezen. Figyeljetek, menjen a Challenger előre. Nézzük, hogy van ez a falumi mód. Elvileg, a mögébe állok. Pont. Oké, okay. És az a Ctrl F. Vagy pedig azzal a géppel kell? Jobb kontroll. Aha. Jó, és nem ezzel kell, hanem a másikkal kell. Mindig amelyik követ.
tiko jos. Jó. Figyelj, ott ahol én elférek, szerintem ott te is el fogsz férni, nem? Úgyhogy gyere testvérem, jó? Hát remélem, hogy tudja majd. Figyelj, nem állunk meg. Ezelőtt mondtátok, hogy odér állnak meg, mert én is megállok. Hát kíváncsi vagyok, hogy tudja velem tartani az iramot. Annak a fennek kellene, hogy jöjjön annyival. Tényleg rohadt kíváncsi vagyok. Jössz, tesó? Jó van. Bazaj, mi ekkora csirkefarm, most meg mekkora időt is csinálom, pluszba még egy rendszert. Jó, hát a minimapon amúgy is látom. Jön a csába ezerrel. Tök jó. Jó, ezt érdemes használni, ezt a follow me módot. Csak azt nem értem, hogy miért 30... Jó, most 40-nel megy. Miért megy olyan lassú? Most 50-nel. Most miért lassított 18-ra? Oda néz. 28. Miért csinálja ezt? Ez ilyen természetes follow me módban. Amint ott bal oldalt nézitek, hogy mennyire megy, valamikor fölmegy 50-re, de valamikor lemegy ilyen, most is például lelassított 18-ra, de várj. És én nem álltam meg közben, mert ezelőtt írtátok, hogy azért állt ő is meg, mert én is mindig lehet megállom. Hát a nagy lószart. Hanem ez hülye, mindig lesatuzik. És az a baj, hogy egy idő után lehet, hogy el fogom hagyni. Most is lesatuzott 15-re, 25-re, és 15-tel megy. Most 35-tel, most 40-nel, én végig nyomom a gázt. Most 10-zel. Hát ezt be is kell várnom, mert egyszerűen le fog maradni. Ja, érdekes. Néha, amikor fordulni akar, akkor mindig inkább gyom egy satut. Például most itt egyenesbe megyünk. Ugye én nem lassítok. Hoppá, neki durrantott a... Ne! Meg... Jó. Neki durrantott a falnak. Vagyis a szalagkorlátnak, vagy mi az. Na várjál, haver. Hát mi történt veled? Volt ott egy szalagkorlát, mi? Hát milyen meglepő. Neki durrantottál mind a szar. Ej, barátom. Pedig már majdnem ott voltunk el. Pedig most csúnya világ jön. Rossz utak. Itt el fogunk menni balra, és jó kanyargós. Hát remélem, hogy nem fog belekeveredni. Figyelj, itt szépen elfogyok a fordulóban. Kíváncsi vagyok, hogy lassítás nélkül fordultam, az fontos. Igazán, most meg neki mentem ennek. Ő is neki fog ilyenkor menni oda? Figyeljetek, ez a jó munkás ember, apám, ez leköveti, amit én csinálok. Igaz, hogy én nyomtam egy tolatást is. Már nem jött össze. Jó, hát ez a falami mód annyira nem rossz, de azért nagyon oda kell figyelni a csávóra, mert tud érdekes dolgokat csinálni. Meg főleg, hogy összeakasztasz egy ilyen jó pár gépet, gondolom azért érdekes lesz. Jó, megpróbál most végig menni úgy, hogy nem lassítok. Kíváncsi vagyok, ő miket csinál. És ő megint lelassított a kanyarba, pedig én nem lassítottam meg. Ezt a kanyart hogy veszi? Most egész jó olyan. Próbálkodik. Jó. Ugye Farming 22-ben már jó, mert tudod küldeni a gépeket, ahol akarod. Ezt nem tudom, azt gondolom, sokan ismeritek, de Farming 22-ben tud gyakorlatilag gépi munkásnak ki tudod jelölni, hogy hova vigyem, mit vigyem, merre menjen. Hát ebben itt még a 19-ben még annyira nem működik ilyen. Na jó, a gyerek az megint lemaradt. És nem mondhatjátok, mert én nem mentem neki semminek. Nem csináltam semmi hülyeséget, de ő meg... Jó, oké.
Tehát nem megyünk olyan horribilisen gyorsan, ő ugye gyorsabban tud, 50 valamennyivel is tud lenni. 60 körül tud. De mindig nyom egy ilyen nagy satukat. Azt nem vágom, hogy miért. Mármint így megy, és satufék. Megy, satufék. És azért, emiatt marad le. Na jó, akkor ez a Challenger ez megy ide. Ezután, vagy az elő. Hát valószínű, hogy egy kicsit jobban fogja húzni. Hát ez nem fog elakadni. Az annyira idegesítő volt, hogy egyszer nem tudott normálisan közlekedni. Na csávó. Júj, várjá! Ezt be fog oda menni. Állja meg barátom, eh? Jó, kíváncsi vagyok, megtolom egy kicsit a silót. Ezt még soha nem csináltam ezt, ilyen dolgot, úgyhogy biztos érdekes volt dolog. És olyan jó meg van csinálva a fizika, hogy konkrétan... Várjál, és ezt tudom emelni, csökkenteni? Nem, így, csak... Hogy tudom lerakni ezt a eszközt? Aha, tudom manuálosan. Ó, nagyon jó gyerekek. És megnézzük az F1-et. És ugye... Tömörítés is ilyenkor működik. Érdekes. Ez a tolólop, ez lehet, hogy annyira nem lesz nagy barátom. Szépen össze lehet tolni vele? Aha, lehet dönteni is, meg sűjészteni, de jó. Ah, tök jó, össze lehet vele. Csak ez konkrétan a tolólap, ahogy észreveszem, ez, amit látjátok, ez úgy működik, mint egy kanál. Mármint ennek van kapacitása, és ez nem tolja az anyagot, hanem így belekerül, látod? Belekerül oda, hogy hány százalék a 60-on, vagy 73-on, és akkor valahogy ki kell belőle vezét varázsolnod, vagy pedig viszed magaddal azt az árut. Tudod? És ezt ürítés meg ilyesmi gondolom, nuku. Ez egy kicsit érdekes. Mármint így ez nem fog kijönni belőle. Ez jó. Tehát akkor így ugyanúgy visszahozom ide. Hát ez a tolólapnak a fizikája az nagyon kaki. Így a tolólappal izét tudsz, így tudod hordani az árut, érted most ez? Jó. Oké, maximum annyit tudsz csinálni, hogy kiemeled? Jó, nagyjából, jó, mondjuk, hogy jó, annyira nem jó egyébként, nekem ez nem annyira jön be, ez a tolólapozás. Sajnos nem az igazi. De mindegy is. Hány százalékon kell minimum lenni a töltésnek, hogy ezt el is fogadja? Vajátok itt meg, ugye én már bevajosítottam, fű kell hozzá, ami nem fű, hanem széna, szilás és szalma. Ide széna kell egyébként, nem fű. Úgyhogy abban meg azt kell bevordani. Aztán 500 ezer liter megy bele. Vagy 1 millió? Vagy mennyi fér bele, gyerekek? Mert ugye írja is, hogyha megnézed a kapacitásodat, és most nekünk szalma kapacitás, csak annak szabad, hogy legyen, 500 ezer. Uh-huh. Szóval 500 ezer be tudunk tármelni abba, mint egy silóba, és akkor úgy lesz belőle TTK. Na, jó, egy darab marhát majd fogunk venni egyébként. Na, nézzük ezt, hogy fogja húzni. Meg kéne nézni, hogy ez nincs-e megrongálódva, ez a valami csoda, ez a kocsi, mert akkor ezért eléggé szenvedős lesz a dolog. Ugye, ha meg lehet így javítani, nincsen, jó. Mert akkor ugye írna. Na nézzük, azért ezzel egy kicsit virában papusszuk, oda nézzük. Jaj, de jó. Nagyon szenvedés volt. Ide bazzá kellenek ilyen traktorok, halljátok? Milyen traktorok kellenek? Mert különben nem mész semmire. Azért nem mindegy 20-20-ra érted. Úgyhogy be kell szénaforgatózni egy jó csomagot, azt meg be kell hordani. Úgyhogy egy ilyen 5 kocsira való kellene. Szénaforgató. Viszont akkor szénaforgatót fogok venni, és fentre föl fogjuk csapni, és akkor follow-mi módban meg fogja követni a Challenger, és akkor szedje össze egyből, nem? Vagy pedig, már mondjuk szénaforgatót a szóra tudok, elejére tudok rakni a gépnek.
Mert akkor úgy kellene, hogy mondjuk azzal a géppel erre ugye nem lehet rakni semmit, mert ez a nincsen. De akkor lehetne olyan, hogy a mögöttünk jön ez, a szénaforgató meg forgatja elől. Úgyhogy az úgy jó lenne. Valószínűleg ez a fű, ez nem többször volt egymásra vágva, mert elég lassan telik, de látjátok, hogy ott például sokkal vastagabban van azon a részen ott fel. Jó, pár időt akarok beordani, srácok. Meg még mi kellene ide? Igen, meg kellene ugye tartálykocsi a taját átszállítani majd. Ami nem tudom, hogy hogy fog működni. Azt a betyár, gyerekek, ez meg fogja rendesen még ezt is. Ez a nagy kupac fű, figyeled. Szedjük, szedjük. Ugye visszafordulunk. Még ezt is megfogja, beszarok. Ez a böszme nagy fű, ami itt van. Meg valószínűleg a Realmúr azért teszi a dolgát rendesen. Ez a jó, akár hányszor pörgetjük az időt, ez a fű újra nő. Aztán csá, akkor megint rávágsz egy adagot. 94. 96. BV, menjünk. Mondjuk ki. Ide meg kell raknom egy betonlapot, hogy be tudjak normálisan menni. Esetleg még ide is, hogy... Hát ide nem is kell. Jó, és ráncok. Érdekes, hogy ide leöntöm, akkor tök más színe lesz. Mert amikor leöntöm, akkor már szecska lesz belőle, ugye? Bazzai, nagyon komoly. Nagyon meg van csinálva. Na. Behozok amennyit tudok. Ezt szerintem úgy kell volna megkezdenem, hogy bal oldalról megkezdeni, és így végig öntözni. Nem úgy minden hülye képer, ahogy csinálja, hogy középre öntöztem, hanem ezt tényleg úgy kell volna, hogy bal oldalról egyre többet öntözök meg. Hogy öntözök be. De még lehet, hogy meg tudom csinálni. Ha ugye balra ürítünk, bár aztán azt hiszem lehet változtatni az ürítési oldalt. Hát egy-kettőt be kell idehozni, gyerekek. Mindjárt meg tudom nézni, hogy igazából, hogy hány százalékom van. Mondjuk a százalékot ezt nem írja ki, csak azt írja ki, ugye, hogy mennyi töltöttségi szinten van. 364 ezer liter van benne, és tömörítés 17 százalék. Ugye, azt nem írja, hogy mennyi van, mikor van tele. Vagy igazából nincs is olyan, hogy tele. Nem, hogy behordod, amennyit bírsz, azt Isten áldja. Menjünk olyan helyre, ahol több fű van. Ott az alsó felén több van. Meg ugye elindulhatnék jobb oldalra is, aztán az még jobb lenne. Úgy megfogja, mint az állat, belemész ebbe a nagyba. De hát ez itt nem is jó. Inkább menjünk közte. Valahogy így. Hát de hogy telik? Az a durva, gyerekek. Na, ötleteket nyugodtan írjátok, hogy mit kellene még csinálnom. A kukoricát azt miért szoktátok silózni? A kukorica adja a legjobb, legtöbb szecskát? Ugye, mármint hogyha rendesen silóznám, úgyhogy vágnám, és akkor ugye... ilyen kocsiba például beleszóratnám, az adja leginkább a szecskát, valószínűleg az a leghatékonyabb. De ha belegondolunk, írjátok meg erről tényleg a véleményeteket, mert most biztos nagyon sokat ad, ugye? Csak igazából ez meg hót ingyen van. Nem kell vetned, nem kell permetezned, nem kell úgymond aratnod, ugye? Hanem ez free. Ez nem éri meg jobban? Nem kerül pénzbe, nem? Nem jobb ez? Nem jobb ebből szecskát? Miért jobb a kukoricából szecskát csinálni? Vagy bármilyen más terményből? Ezt írjátok meg, srácok. Én azt értem, mármint én ezt el is fogadom, hogy a hozamba biztos jobb, de ez meg így kaszálod agyba fölbe, aztán hordod be, azt jó világ, nem? Hát ebből is csak izé lesz. Ebből is csak szilás lesz. Akkor mi itt a poén, gyerekek? Egyébként azt megnézhetném, hogy a szilás az mennyi. Mennyibe kerül eladásra, mert ugye esetleg még azt is lehetne csinálni, hogy azt eladjuk
Mert az általában elég jó magas áron szokott menni. Egyáltalán nem lehet adni, vagy mi van? Ezen a mapon nem lehet eladni, hogy most én vagyok béna. Ezen a mapon nem lehet eladni. Elad. Ez az elvileg, nem? Ezen a mapon nem lehet eladni. Hát akkor az nagy üzlet. Ja, azért nem lehet eladni, mert azt hiszem, hogy én fölvettem a biomassa erőművet, ha jól emlékszem, ami ezen a mapon volt. Vagy ezen a telepen volt. Javítsatok ki, ha nem így, vagy hogyha így, nem így van. Valami ilyen rémlik, és amiatt nem tudom eladni, de azt hiszem, hogyha az le lenne ragva, akkor el tudnám adni. Viszont akkor azt megrakhatnám úgy, hogy konkrétan az enyém, nem? Majd mindjárt kiderülnek ezek. Megnézzük, srácok, meg vannak még érdekes dolgok. Na, menjünk be innen, és akkor balra bebillentem ide a fal mellé. Kíváncsi vagyok, a fal mellett ez hogy fog helyezkedni. Úgyhogy full a fal melléd végig hintem. Ez lehet, hogy így lett volna érdemes. Erre gondoltam, hogy így ugye ilyen csíkokba kiengedni, és akkor az így tök jó lett volna. Jó, hát hordjunk be bőven. Hoppá, egy kicsit keresztbe állt a traktor. Tötör keresztbe állt! Finom csoki! Na, és akkor így kellett volna talán inkább így végigvirítgetni. Egyre magasabban, egyre több csikot, és akkor nem lett volna az, hogy a közepére ülő van hányva egy ilyen nagy adag, ami szarra való gyerekek. Viszont kéne vennem egy bír, vagy egy tehenet. Egy marhát kéne venni, meg kéne nézni, csak az a baj, hogy ez gépi munkás nagyon nem tudja csinálni, esetleg crossplay-jel, ami most már tényleg azért illdomos lenne, nem gyerekek? Hogy most már megcsinálná a keeper. Várjátok, viszont én akarok venni egy marhát, kíváncsi vagyok, hogy mit ír róla, hogy mi kell neki, hogy kell neki, meg ugye akkor ki tudnánk próbálni azt is, hogy a kaját esetleg adok be neki. Hát, ugye csak füvet tudnék beadni, de erről figyeljetek, egyébként van itt egy ilyen infoboard, ami szecska, itt van. Igazából a termény feldarabolásával készítheted, ugye? Konkrétan azt hiszem, hogy igen, pejvel kukoricából, búzából, árpából, repcéből is készíthetsz. Igen, ennyi. És a pejvából szilás készíthetsz. Jó. Itt van a szílás, tudunk mindent, ugye? Ja, ezzel lehetne tömöríteni. Nagyon jó. És ugye ugye lefetted, utána lesz belőle a szílás. A pejvából. Szilásvillával, felszerelt homlokrakodóval lehet, de szerintem akármilyen, ugye? A bálláda segítségével azonnal is lehet. Jó, azt nem akarom csinálni. A jószágra voltam még kíváncsi, itt írja a szarvasmarhár. Ugye ő tud enni füvet, szénát, szilást és TTK-t. Konkrétan akkor meg tudja ezeket enni, a szilást, a szénát és a füvet. De azt hiszem a TTK a legjobb. A termék tej, trágya és hígtrágya. Szaporodási ráta lassú. És a TTK ugye az a legjobb dolog, amit adhatsz nekik. Ez egyébként nagyon jó, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy valaki nem vágja, akkor itt nagyon meg tudja nézni. Na, itt hol volt? Valahol tudtam nyomni egy erret. Nem is tudom, hogy hol. Hát, hogy a másik oldalt? Az a baj, a trigger pontokat azért nem mutatja, gyerekek. És ez eléggé bánatos vagyok emiatt. Jó, mert a kaját azt ide középre kell behozni, úgyhogy az nagyon egyszerű lesz, át tudsz rajtörni. Hol vannak izé? Basz, hol tudok venni? Hol tudom megvenni? Az állat opciók megnyitása valaki. Ha meglátjátok, szóljatok.
Itt se. Ne szórakozzon, már kezdem unni. Hol tudok már megvenni marhát? Hát a francesz sem beléjük. Á, itt bazd, itt tudsz verni, hallod? Itt. És akkor most ezt talált ki, érted fel magadtól. 2500-be kerül. Hát egyet akarok venni szerintem. Kajájuk nincsen, úgyhogy teljesen fölösleges. Ez miért van, hogy ennyi fajta van? Igen, izétok, ilyet akarok. Fekete fejételé, ez jó. Jó, egy darabot. És akkor jó válhagyás. Jó, akkor van egy tehenem. Nem tudom, most hol van, bazze. ez nem valami... Nem valami... Eléggé uratkozhat ebbe a nagy... akármibe. Most ez komolyan meg... nincs is meg. Nem, valahol bőg, basszus. Várj, ezt ki akartam nyitni, ezt ki tudom? Aha, nyugodtan menjen ki legelni. Ó, oh, hát én nem izét vettem? Akkor mégse, gyerekek. Hello, szevasz! Mi újság van? Nyomjad a poppot, de viszont most már ugye meg tudom nézni. Még mégse? Ahol a szarba vagy, gyerekek. Itt volt a alul. Legalul. Na, itt vannak ugye tisztaság, ugye, amit ugyanúgy fel kell szedni. Van víz, meg szalma. Ugye ez meg ugye a szalma, azt be kell fúvatni alá, úgyhogy van olyan gép, majd azzal kell valamit okozni. És az élelem, ugye teljes takarmánykeveléket tudsz neki adni, azt hiszem, az nem kell neki szén a szilázs, meg fű, ezeket nem kell, hogy fölnyomd, az a lényeg, hogy ezt fölnyomod, az neki bőven elég, ugye? Teljes takarmánykeverék hatékonyság 100%-ra nyomja. Látod? A füvet adná neki, az csak 25%. A szén a szilázs, az meg 75%. Szóval ennyi, teljes takarmánykeverék kell neki. És akkor termelne már. Ott van a trágya, iszap és tej. Jó, csak azt mondjuk, hol lehet kivenni, arra még nem jöttünk rá, majd talán rájövünk. Mi van, gyerek? Nem mondod, menjél innen el. Ráverek a hátadra egyet mindjárt. Jó van? Nyugodtan legyél, majd kapsz kaját egyszer. Jó. Akkor az lesz, gyerekek. Hát egy baromi sok időt kell csinálni. Baromi sok munkánkban. Figyeljetek, lehet, hogy azt kéne csinálni. Tudjátok, mit fogunk csinálni, srácok? Föl fogom tölteni Google Drive-ra vagy valahova a modpackot. És figyeljetek, segítsetek már a tehenekbe. Mármint olyat kellene csinálnunk, addig lehet, hogy még egy részt beugrunk, hogy ezeken a területeken, ugye itt mindjárt meg is mutatom, úgyhogy akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, srácok. Egy multiplayerben így megcsinálni a teheneket ellátni megfelelően. Azt kéne tennünk, hogy itt el kellene vetnem nekem. Azért itt elég nagy terület van ám még itt iráig. És ez tök jó, mert itt ez hótegyenes. Itt ez igazából ez... Itt egy följárót esetleg lehet majd csinálni. És mondjuk egy multiplayer verethetnénk a hétvégén. Ha közben, hogyha gondolom kérdésed van, hogy mikor, hol, azt mondom, hogy ki fogom írni, jó? Valahova. Vagy pedig csinálok róla egy videót. És akkor csinálunk egy tehén ellátós multiplayert, jó? És akkor tudtok jönni, akkor csináljuk azt, hogy szalmát, is fogunk gyűjteni, tehát búzát is fogunk termeszteni, valószínűleg akkor itt megcsináljuk a búzát, a tyúkoknak árvisszük a búzát, a szalmát azt benyomjuk ide, addig megcsináljuk azt, hogy az összes füvet folyamatosan kaszáljuk, meg sodrózzuk, meg minden, és akkor megtöltjük minden. Jó, srácok? Mit szólnátok hozzá? Addig esetleg még egy rész lesz, hogy gyűjtök pénzt, a modpackot azt fölrakom izére valahova, és akkor csinálunk egy ilyet, gyerekek, mert itt már az a szituáció, hogy azért jó lenne, hogyha besegítenétek, mert azért van itt meló bőven, nem? Meg akkor lehetne bizonyos részenként ilyet csinálni. Modpack már valószínűleg nem változik, esetleg még átnézem, hogy rakok-e valamit be, és akkor itt figyeljetek, itt mindenkinek lenne munkája, meg főleg ezeket a marhákat kellene valamit kezdeni vele, hogy ezeket töltsük fel a silókat, szalma, ezeket is, ezt is, keverőt is megoldjuk. És egyébként úgy tervezem, hogy akkor ide rakunk még egy keverőt, valahova, úgyhogy, vagy pedig a másik oldalra, és akkor mind a kettőbe tudom, lehet hordani. Mert ugye három lesz, három mól, vagy három. Jó,
és kacok. Jó van, gyerekek. Úgyhogy ez, egy ilyet kellene csinálni, mert most szerintem az, hogy nézitek, hogy én itt hordom ezt folyamatosan be, az lehet, hogy nem egy olyan izgalmas, de hogyha ezt például többen csináljuk, meg mindenhol lenne melós, az tök jó lenne. Na, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, sziasztok!